megnyílt a város szívében az Aranyház ingatlan közvetítő iroda. Ha ön is inkább szakemberre bízza ingatlan eladását és az új otthona megtalálását, akkor keressen minket személyesen vagy telefonon. Térjen be hozzánk, ha nem szeretne feleslegesen a nézelődőkkel idegeskedni, vagy ha szeretné pénzét ingatlanba fektetni. Vállaljuk az ingatlan értékbecslését, eladását, befektetések optimalizálását. Ügyfeleink részére teljes körű ügyintézést, valamint jogi és pénzügyi felvilágosítást biztosítunk. Időt, pénzt, energiát spórol meg, ha minket választ. Ön megálmodja, mi megvalósítjuk. Nálunk minden lakás álom valóra válik. Aranyház. Kiskunhalason a Jósika utca sarkán, a Sziládi gimnáziummal szemben. Terrorizálta a szomszédját, bántalmazta, bezárta édesanyját, a rendőrök őrizetbe vették a férfit. Ünnepélyes pillanatok, fogadalmat tettek a Dékeni Technikumban tanuló kadétok. Telekadó zónásítás, Halas belvárosában magasabb lesz az üresen álló telkekre kivetett adó. Fényfa és adventi koszorú Halas főterén, vasárnap közös gyertyagyújtás lesz a zenepavilonnál. Jó estét kívánok, ez a hét utolsó hír összefoglalója itt a Halas Televízióban. Egy halasi férfi a gyanú szerint nyáróta napi rendszerességgel azzal fenyegette szomszédasszonyát, hogy kinyomja a szemét, elvágja a torkát, illetve különböző szitkokat kiabált át a kerítésen. Ezen felül a gyanúsított folyamatosan veszekedett édesanyjával, több esetben bántalmazta, illetve nem engedte, hogy elhagyja az ingatlant. A bejelentést követően a halasi rendőrök azonnal a helyszínre mentek és elfogták a 44 éves férfit. Zaklatás és kapcsolati erőszak miatt őrizetbe vették a gyanúsítottat és kezdeményezték letartóztatását. Az ügy kapcsán a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy csak akkor tudnak hatékonyan fellépni, ha a jogellenes cselekmény a tudomásukra jut. Aki úgy érzi, hogy ellene vagy hozzátartozója sérelmére bűncselekményt, szabálysértést követnek el, haladéktalanul hívják a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon. Telekadó zónásítás. Halas belvárosában több lesz az üres telkekre kivetett adó. A halasi képviselőtestület novemberi tanácskozásának napirendjén szerepelt ez a téma. Az intézkedés elsősorban városrendezési célt szolgál, hangzott el a tanácskozáson. A többi helyi adóban nincs alapvető változás. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet volt az egyik téma a halasi képviselőtestületi ülésen. A telekadó módosítását kezdeményezték oly módon, hogy a város frekventált részén magasabb adómértéket alkalmazzanak, melynek célja ösztönözni az adózókat a telkek beépítésére, ezzel javítva a városképet. A telekadó tekintetében van egy olyan verzió, ami szétszedi most már két részre ezt a típusú ingatlanadót, és a belterületi részeken ezeket az üres ingatlanokat egy súlyosabb adóteherrel veszi figyelembe. Mindettől azt várnánk, hogy ilyen hosszú időszakra, mint a ilyen 20-30 éve üresen álló telkek helyett, hogy várják azt, hogy valami történjen velük, beépülhetnek, és valódi hasznosulás veheti kezdetét ezeken az ingatlanokon. Tehát ennek egy inkább van ilyen területrendezési szerepe, mint adóbevétel növelő irányultsága. A témához több képviselő is hozzászólt. Nem tudom, hogy szerencsése ilyen rossz pénzügyi környezetben adókkal kényszeríteni rá tulajdonosokat, hogy építkezésbe vagy költségbe verjék magukat. Én ezt egy elhibázott döntésnek gondolom, és nem is fogom megszavazni. Azzal lényegében mindenki egyetértett, hogy szebb lenne a városkép rendezett ingatlanokkal. A városnak csúnya foltjai ezek az üres telkek, hogy a tulajdonosoknak tényleg valamit kellene csinálni.
nem tudom, hogy jó-e ez az adóemelés, nem én másképpen, büntetésként, vagy valami más formában lehetne őket felszólítani, vagy sürgetni. Gondolom, hogy itt az építőanyag árak is lehet, hogy közrejátszanak, hogy megemelkedtek, és akkor nincs pénz beépíteni. A részletszabályozása ennek az ügynek lehetőséget biztosít arra, hogy egyébként nem egy éven belül mondjuk be kell építeni, mert onnantól kezdve irgumburgum, hanem ha az ember tényleg komolyan gondolja azt, hogy vagy a tulajdonos, hogy fejleszt a területen is, nem hagyja, hogy ott fák nőjenek 30 éve, akkor lehetőséget biztosít arra, hogy ugyanazt az adószintet fizesse, mint eddig. Ez inkább azokra vonatkozik, akik nem hajlandóak ilyen értelemben együttműködni. Nem egy túlzott áremelés, illetve adóemelés, én akár nagyobb adóemelést is itt el tudnék képzelni, mert nem is olyan sok telket érint. Na most az önkormányzat ezzel a picit megnövekedett adóbevétellel, hát nem nagyon lesz rózsásabb helyzetbe, inkább városképi jelentősége van, én támogatom az előterjesztést. A képviselők végül 13 igen és egy nem szavazattal elfogadták a rendeletet. A telekadó zónásításán kívül a többi helyi adó nem változott. Már telnek a konténerek, megkezdődött a halasi őszi lombgyűjtési akció harmadik hétvégéje. Az önkormányzat és a Halasi Városgazda ZRT szervezésében a város újabb pontjain lehet leadni a zöld hulladékot. Ezen a hétvégén a Kertvárosban, a Kanizsatéri parkolónál, illetve a Baros és Berzsenyi utcák sarkánál a katolikus temető mellett fogadják a zöld hulladékot. A gyűjtőpontok a szombati és vasárnapi napokon 8-tól 17 óráig lesznek nyitva. A gyűjtőkonténereknél tilos egyéb hulladékot elhelyezni. Az akció december első hétvégéjén zárul, akkor újabb 3 helyszínen lesznek gyűjtőkonténerek. A szervezők továbbra is számítanak a lakosság aktív közreműködésére. Az MVM Démász áramhálózati Kft. Folytatja a kiskunhalasi villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat. November 28-án, vagyis jövő hétfőn szünetelni fog a villamos energiaszolgáltatás reggel 8 és délután 4 óra között az Esze Tamás lakótelep és a Kőrösi út egy részén. 29-én kedden is lesz áramszünet, ekkor a Bajcsi Zsilinszki, a Magyar, a Posta, a Szatmári Sándor, a Sziládi Áron és a Torma János utcák érintettek. De nem lesz áram a Besenyei tér, a Csónak utca, a Felsőregszőlők, a Kmet Sándor utca, valamint a Május 1 és a Szabadság tér egy részén sem. A szolgáltató arra figyelmeztet, hogy a berendezéseiket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, aggregátor használata pedig kizárólag a társaságtól előzetesen megkért írásbeli engedély alapján történhet. Magasrangú katonai előjárók és a szülők jelenlétében tettek fogadalmat a Dékáni Árpád Technikum kadétjai. Az ünnepélyes eseményre péntek délelőtt került sor. Mint elhangzott, egy életpálya első fontos lépcsőfoka lehet ez a képzés, a megszerzett ismereteket pedig nem csak a katonaságnál, hanem az élet egyéb területein is tudják majd kamatoztatni a diákok. Ünnepélyes esemény helyszíne volt a kiskunhalasi Dékáni Árpád Technikum. A kadétképzésben tanuló diákok voltak a főszereplők. Szüleik és magasrangú katonai előjárók jelenlétében tehettek fogadalmat a fiatalok. Én, Tatis Péter, Viktor kadét fogadom. Az iskola és a kadétok életében kiemelkedő esemény a fogadalomtétel. Ez egy hagyománnyá vált váló program, hisz a kadét diákjaink fogadalmat tesznek a 9. évfolyamon. Arra, hogy elköteleződnek egy bizonyos értékek, egy bizonyos értékrendszer mellett. Ez az ünnepség színvonalát, méltóságát emeli, hogy ezt megfelelő külsőségek között teszik. Mindig érdekes dolog iskolában részt venni egy ilyen eseményen, hisz ez egyrészt sugároz természetesen valamiféle katonai rendet, fegyelmet, de sugározza azt, hogy a
diákjaink komolyan veszik azokat az értékeket, amiket ebbe a képzésbe kapnak, és ez mindig megható egy kicsit. A fogadalomtétel fontosságát hangsúlyozta az ünnepségen dr. Lippai Péter dandártábornok, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokságának parancsnoka is. Én úgy gondolom, hogy ezek a fiatalok, akik még éppen, hogy a gyerekkoruk végén, felnőtt koruk elején járnak, nagyon fontos pontjához értek az életüknek, mert elkötelezték magukat egy olyan értékrend mellett, ami abba az irányba visz, hogy a társadalomnak igen hasznos tagjaivá akarnak válni, és ezt szüleik a vendégek előtt is hivatalosan fogadták. Ez egy katonák számára mély tartalom, még mélyebb tartalommal bír, hiszen később, amikor valaki erre a hivatásra adja a fejét, az azt is vállalja, hogy ha kell, akkor a legdrágábbat, az életét áldozza a hazáért. Ezt a fiatalomnak most még nem kellett megtenni, és a jövőben majd önként döntenek arról, hogy milyen irányba visz tovább az életük. De elindultak egy úton, ami reményeink szerint odáig vezet, hogy egyszer majd a kollégáink között katonaként köszönhetjük őket, akkor már egy még komolyabb eskütételre kerül majd sor. Most viszont itt már láttuk a szemükben azt a csillogást, ami egy nagyon biztató jel arra, hogy ebbe az irányba fognak haladni. A dandártábornok az iskolában folyó munkára is kitért. Az úgynevezett honvédelmi és haderőfejlesztési programnak egy nagyon fontos pillére a ifjúságnevelés és azon belül is a kadétprogram, ami célzottan már megkereste azokat a fiatalokat, akik a többiektől megkülönböztetett módon tényleg komolyan gondolják, hogy ebbe az irányban akarják tudásukat, képességeiket fejleszteni. Ahogy említette is, itt a Halasi Szakképzési Centrum iskolája ebben az egyik élharcos, hiszen már több éve ezen az úton halad, és ahogy látjuk a létszámokat, az egyik legjobban teljesítő iskola ebben a programban. De nem az a lényeg, hogy hányan vannak itt, hanem az, hogy akik itt vannak, azok ezzel az értékrenddel valóban azonosulni tudnak. Ennek nap mint nap bizonyosságát bizonyítják, hiszen úgy teljesítenek olyan helyzetekben, akár vészhelyzetben is, amikor azt megszerzett tudást tudják magabiztosan a társadalom hasznára alkalmazni. Az ünnepségen Papp Gyula, a szakképzési centrum vezetője is köszöntötte a kadétokat. A ti életetekben ez egy életpályamodell első fontos lépcsőfoka. Merem remélni, hogy erről a lépcsőfokról szétnézve rájöttek, hogy jól döntöttetek akkor, amikor a mi intézményeket választottátok és ezt a pályát. Az eseménynek egy tábla is emléket állít, melyet Lippai Péter dandártábornok adott át Molnár Nándor igazgatónak. Pályaválasztási napot tartottak a Bibó István gimnáziumban a 9-es és 12-es évfolyam számára. A fiatalokhoz több mint 20 felsőoktatási intézmény képviselői jöttek el, hogy bemutassák a lehetőségeket. Volt, aki már konkrét elképzeléssel ment a standokhoz, míg mások éppen itt szerettek volna tanácsot kérni ahhoz, hogy milyen irányban tanuljanak tovább. Mindenki jöjjön a rendőrséghez! Akár a rendőrség munkájába is bepillanthattak ma a fiatalok a Bibó István gimnáziumban. A rendvédelmi pálya iránt nagy volt az érdeklődés, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem standjánál is sokan megálltak. Aki nem tanul tovább, és úgy szeretne pénzügyőr lenni, arra is van lehetőség, tehát érettségi után közvetlenül, akkor azt mondjuk, hogy tiszt helyettesek lesznek belőlük. Csorba Imre igazgató úgy gondolja, igen széles választékot kínáltak a mai napon a fiataloknak. Elsősorban itt most a 12-esekről van szó, de úgy szerveztük meg, hogy 9-től 12-ig lehessen látni a kínálatot. A szervezésben az volt a koncepció, hogy lefedjük mindazokat a területeket, ahova általában szoktak menni a tanítványaink. Természetesen minden iskola, minden felsőoktatási intézmény nem tudja magát képviseltetni ezen a téren, de a lehetséges képzések le vannak fedve, ha nem az az iskola, akkor egy másik iskola, de a mi tanítványaink most kellő mértékben tudnak tájékozódni a lehetséges választásban. Lehet tanulni konferenciaszervezést, ugye rengeteg iránya van, van a konferencia, a tréning, vannak akkor az ilyen kiállításoknak a, most ugye mi részvevőkünk nem szervezünk, de vannak ilyen kiállítások szervezése, vannak koncertek,
akkor vannak kulturális rendezvények, szervezések. A diákok számára jó lehetőség volt ez a részletes tájékozódásra. Igazából én jelenleg a jogi egyetem megfelé kacsintok mindenképp, de most nagyon hasznos, hogy itt vagyok, mert sokféle egyetemet meg tudok nézni, anélkül, hogy elmennék bármelyik nyílt napra is. És most azért több dolog is felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy még most át kell gondolnom ezt. Lehet, hogy még billeg a mérleg nyelve? Igen, egyértelműen. Most elkezdett érdekelni például, hogy a gyógypedagógia is mindenképp, de most a gazdaság is, úgyhogy még nehéz döntés előtt állok. A tanulók most közvetlenül kérdezhettek is, akár az egyetemistáktól. Ott is kapsz valamennyi tárgyat, ami ahhoz kapcsolódik, és a minoradból is kapsz valamennyi tárgyat, és akkor így tölti ki a fél évedet mondjuk egy adott szak. Nagy volt az érdeklődés az Állatorvostudományi Egyetem által nyújtott képzésekre is. Ez egy egyedülálló, Magyarországon egyedülálló képzés. Jelenleg Budapesten van egyetemünk. Ez egy gyakorlatorientált képzés, 5,5 éves, és igazából nagyon sokrétű. Ugye az állatok, ahhoz közel dolgozunk az állatokkal is, dolgozunk velük. Ugye az állatszeretet itt nagyon fontos ebben a szakmában is, ugye. Csorbe Imre igazgató szerint mostantól akár ösztöndíj rendszer is csábító lehet a pályaválasztóknak. Az idei évben sikerült egy szerződést kötnöm a Szegedi Tudományegyetemmel. Ezek szerint a végzősök, hogyha kötnek egy szerződést, mi szerint biztosan oda fognak menni, akkor az egyetem ösztöndíjat biztosít már 12-ben a számukra. A hétvégén megkezdődik az adventi időszak, Kiskunhalas is készül az ünnepvárásra. A főtérre idén is a fényfa varázsol ünnepi hangulatot. A Halasi Média és Kultúra Kft. Munkatársai a főtéri zenepavilonnál elkészítették a hatalmas adventi koszorút, a Betlehem pedig a Sétál utcai Közösségek Háza udvarában kapott helyet, idén is embernagyságú figurákkal. Advent vasárnapjain közös gyertyagyújtásra várnak mindenkit a szervezők a zenepavilonnál kialakított adventi koszorúhoz. E héten vasárnap 17 órakor a katolikus egyház közreműködésével lobban fel az első adventi gyertyalángja. Halason karácsonyig többféle ünnepi program várja az érdeklődőket. A részletes programkínálat elérhető a Halasi Média és Kultúra Kft. Webes felületein is. Fotókiállítás mutatja be Kiskunhalas természeti értékeit. A Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület hirdetett pályázatot, melyre 45 fotós több mint 100 pályamunkát küldött be. A kiírás szerint bármilyen fényképezőgép típust lehetett használni, viszont csak olyan képekkel lehetett nevezni, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek. A kiállítást tegnap délután a Sétál utcai Közösségek Házában Kohut Zoltán nyitotta meg, aki maga is fotózik. Az eseményen a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület tagjai ismertetőt tartottak egyesületük működéséről, céljairól és a térség természeti értékeiről. Ezen az eseményen tartották meg a fotópályázat díjkiosztó ünnepségét is. Az első és a második helyezett is Balla Tihamér lett, a harmadik helyezést, valamint a zsűri külön díját Bodnár Tamás kapta. A közönségdíjas Pap Brigitta lett, az egyesület külön díját pedig Hunyadiné Székely Márta kapta. A kiállításról a jövő heti Kultúrkép című műsorunkban részletesebben is beszámolunk. Most pedig jöjjenek újra röviden ma esti híradónk legfontosabb témái. Terrorizálta a szomszédját, bántalmazta, bezárta édesanyját, a rendőrök őrizetbe vették a férfit. Ünnepélyes pillanatok, fogadalmat tettek a Dékeni Technikumban tanuló kadétok. Telekadó zónásítás, Halas belvárosában magasabb lesz az üresen álló telkekre kivetett adó. Fényfa és adventi koszorú Halas főterén, vasárnap közös gyertyagyújtás lesz a zenepavilonnál. Kedves nézőink, ez volt a Halas Televízió pénteki hírösszefoglalója. Köszönjük, hogy ma is minket néztek. Most jön az időjárás előrejelzés, mutatjuk, hogy a hétvégén milyen időre készülhetnek Halason és a környező településeken. Ezt követően a napi mozaikban a Rexterra Kupa táncversenyre látogatunk majd el. Erről a versenyről láthatnak egy rövid összefoglalót.
Felhívom figyelmüket, hogy a hétvége során folyamatosan friss hírekkel találkozhatnak a halasmedia.hu internetes oldalunkon, emellett pedig érdemes lesz rákeresni YouTube csatornánkra is, amit Halas Televízió néven találnak meg, és a Facebookon is érdemes utánunk olvasni, ott Halas Média néven találnak meg bennünket, felkerülnek majd a műsoraink és különböző riportjaink is, úgyhogy érdemes lesz megnézni az összes videót a hétvége során. Jó pihenést kívánok mindenkinek, viszontlátásra!